Mi a probléma uraim? Most érkeztem meg a meditálásból. Semmi probléma. Érti. Nem magának van a Mazda RX 7-je, fekete? Da, ennyi. Na mennyibe adja? Hát mennyit érni meg magának, uram? Hát, maga mondjam. Hát, amit én mondanék, azt valószínűleg nem tudna kifizetni, uram. Na mondja. Hát nézze, nekem az egész autó benne van 37 millióban. Használtban 25. Vagyis 28. Nem 25. Hát akkor uram, használt, ugyanis nekem tényleg is benne van 35 millióban. Foltoning. Páncéltől elkezdve minden van benne. Én azt ott elhiszem. Én 35 milliót mondanék. És igazából ez a végső ajánlat. Amiért megvalnék szeretett autómtól. Akkor offrodj. Hát akkor valószínű. Jaja. Na és akkor további szép napot. Elnök is. És megint egyenlőbb megyek. Nincs van senki. Nem hiszem baszki, hogy hárt is, meg senki. De most faszom, megint veletek ki a motort. Igen. Jó. Faszom. Pontosabban 22:18-kor lesz meg a 24 óra. És 2 órát izény. Hogyan lenne vége? Ritka madár, ne viccelj! Értetek, még 30 órát se aludni. Hogyan lenne vége? Esélytelen, hogy itt vége. Most mondjuk úgy, hogy betekintést nyertem egy olyan srácnak a live-jába, aki eléggé fiatal, eléggé káromkodó szövegű. Nem szókimondóan káromkodás, hanem csak azért mondja a káromkodást, mert egy paraszt. Olyan jó a DMD-t. És elgondolkodtam, hogy valóban az az RP, amit én csinálok, vagy amit ő. Aztán rájöttem, hogy persze. Amúgy elment a netem. Kurva anyját. Na mindegy. Nem is lényeg. Magyarul még 2 óra 20 perc. Pont ugye, hát 2 óra. Nézd meg rád, értem? Ja, tiszta sor, láttam. Itt a probléma ahhoz, hogy menjek termeszteni, az mag kell. A maghoz, majd menjem... 30 minden. Szombat. P9-kód. Ne. Mi? Az tiszta sor, hogy most volt rossz, de 34-en vagyunk. Ez a semmi. De mi? Jó napot! Jó napot! Szép jó napot! Ijaj! Dobrý deň, bratíš, jak se máješ? Da. Aztán... Na, čuju, Tobi. Še jestli jakýs probléma? Aztán, ja. No. Ivanovič, Džepro, Foška, Dobre, takže. Ti honnan tudsz ilyeneket? MG. Admint nem megütni. MG. Főnök urat nem bántani. MG. MG. 800 közmunkát. Jó, rendben, de hogyha helikopterrel viszél oda. Ez szép is lenne. Pont most emlegettük, nem? Akkor vállalom a közmunka, helikopterrel viszél oda. Ide a túloldalra, átvisz téged helikopter. Hozzá egy helikoptert, üdd át. Ő nagyon jól tudja, hogy miért mondom ezt. De szerintem mindenki a városban. Jó vagy, tesó? Pierci. Jajajaj. Hát mit tudom, pont az elejét beszéltünk rólad, nem? Srácok, miért lenni ennyi ilyen város szombat este? I don't know. Nem, fogalmam sincs. Miért de ki elpárolok? Átküldöm neked a videót, csak ír rám, mondjad már Discordon.
elérhető adminokba ott. Fogni fogad beledet, nem tudod majd visszatuszkolni nyomrodba. Короче, братиш, чуй сюда. Если будешь идти в покупку, купляты, я иду с тобой, добре? Девчонки, Ромаревчева, за здоровье. Добре тогда. Да. Они вон там, меня бывашарвали, а коритко чекают в коварушку. Да. И Мекей Шелтин. Добре тогда. Да хоть тут сиян йоло расмута. Эйн? Да. Эйн Украинабон лаком, азир. Ja, а мондик уть кенни. Я розмовляю українською мовою. Йо-йо, szerintem beszéljünk magyarul, mert én nem értek egy kukkocsi. Egyetek. Hallod, szerintem én tudok? Te össze-vissza halandzsázok. Mindegy, de viszont többnyire helyesen halandzsáz. Mész a rágy. Ó, spasíva. Komolyan. Esküszöm neked. Ő egy olyan 40%-ban beszéli az orosz. Itt mellettem. Egy, hát. Írjál rám Discordon. Hallod, írjál rám Discordon, taxis úr. Mi a neved? Rodney, Rodney. Elérhető adni, Rodney. Jó, oké, és most írják rögtön? Aha. Dobre. Na. Nekem egyáltalán nem úgy, hogy ez nálad lesz ritka. Na jól van, uraim. Hát, hello, Pingu. Megyek, csinálok pénzt, minden jött. Oké. Okay. De az én képem ellaggó, hát... IC-ű. Pedig 720-ba streamelek, de amúgy szerintem be lehet állítani. Hát valószínűleg addig a... Nem tudom, hogy hogy kell. Megmondod, hogy kell. Örömmel. Jó. Szétmegy fejem. Köszönöm a kocsit, kim van a korva élet. Micskét! Hattal! Ah. Nem csináltam semmit valami. Esküs semmit nem csináltam. Nem tudom, frissítsd le. Kéne nekem ma. Ez így nem jó. Örülj neki, maximális minőség. Az ki az a helikopter? Ja, így van. Kórház. Bocsánatot kérek, nem akartam befogni, csak kijött a számom. De legyűrtem a gaszk fickót. Na, szóval. Kivétel. Akkor nem tudok írni. Nem baj, élvezz! Ez jó lesz, a fehér geci. Bazd meg, piszta is kéne, ha megtámadnak. 35-en bazd, szombat is. Jó, még nincs is. Nem értem.
mindenki haldoklik. Azt láttam. Nagyon beteg, köszönöm, de... Hát ez komoly. Köszönöm. No. Nincs egy senki bratvarány. Senki. Na nézzük Bowser neked. Wait. Cső? Na, hol? Mi a helyzet veletek? Semmi. Bazzik, mi a faszom van, bazzik? Szombat van, 36 ember van fönn. Igen. Miért? Nem tudom, merék fagyiznak. Megyünk rabszolgatni. Az úgy nem gyenge. Mondom, bazzik, valakit följövök, mert senki nincs. Bratvaráljon, történt valami, vagy mi van? Nem. Szerintem nem. Mindenki nagyon offos barakta ezt a nagyon. Hát ez ilyen. Pedig lehetne valami akció. Hát nem azt lehetne, az, hogy 34 soha nem voltunk szombaton. Az, a 60 az garantált volt. Ez mondom, és mi a faszom ez? Dezi. Dezi. Iiii. Lenne szóval. Hát ez komoly bazni. Már. Hát senki nincsen Dezi. Ó. Ja, most mit mondjak? Most túl sok minden nem lehet. Hát nem. Hát. Pedig jó lenne valami, mert gyertek aztán halált. Ja, amúgy én is azt mondtam. Hogy? Én ezt ki akarnám próbálni. Menjünk főzni. Nem lehet. Ketten nem lehet. Ott ennyi, ott ennyi elmondta. Hogy ketten? Hát, hogyha már én bratás vagyok, akkor nem is, akkor nem lehet. Ja, hogy úgy értem. Bratával vagy, bazdmeg. Ez offos. Akkor nem tudom. Gyerekek, semmi nincs, akkor olyan nem megyek itt volna, basz. Mennyi bulizzál egyet? Nagyon különböző. És ha meghoztak két sor a hangulatom. A másik kettő után. Ennyi. Egy sör, nem sör? Két felest itt. De még a telepiek sem kempelni, kempeljük a cuccos. Nem, ha. Nem. Semmi. Ronki, vegyél már te is. Hallod? Adjál. Átadom. Átad neki, Alex. Mit? Átad neki. Nem. Bolondba! 37. Hagyjad már azt a bolondbát, az előbb néztem, olyan elnökát csinált, mint a picsa. Sírtam, én is néztem, főszaladta egyet. Fement a hegyen, két rendőrautót megkerült, ez visszament az alagútba a bal. De rendőrök is mentek utána. De hat rendőrautó. Nyomorék. De hogy nyomorék, kurva jó. Hát de bazeg NRK-val. Tehát úgy én is megcsinálom. Ott lehet, hogy ez nem NRK. Bolondba. Az. Bolondba. Lófaszt. Fasz a segbi. Streamer? Hosszú életi... Hogy ne streamelni?
A 24 óra megvolt, aztán úgy döntött a netem, hogy chat. Kurva anyját. De jó, nem baj igazából, de... Dérdur, pukkandur, mehet a kövi? Az utolsó másfél óra az izé volt. Az ki volt írva, hogy majd jövök. Nagyjárni. Azt jöttél? Hát, jöttem. Volt róla megbeszélve, még előbb is jöttem ide. Hova mész? Hova? Le kellett volna térni. Miért? Mert onnan rövidebb. Ugyanaz. Bolondba. Az fasz is égbi. Hát a faszom, ilyen kevés ember, nekem nincs kedvem az élni. Erdély. Hol jön neki, majd találkozom. 38 ember. Hát még Tájpú se jön ide, bazd meg, baszogatni. Hol van a 200 000, bazd meg, ezt le lehetne lőni a gecibe, még annyi se. Te nap olyan kukit lőttem neki. Komolyan. Vicc. Legalább jönne ide, ő is érted, baszogassa az emberek. Legalább azzal érted, többre vagyunk. Tudod, hogyha a fasz nem tud baszni, akkor legalább baszogat, érted? Szeret szét előtte. Szeret van. Ki? Hát te, kraftod le és add el. Hoj. Már alszik a kocsiba, nézd meg. Na, az kéne. Álmos vagyok. Én gamerezek. Hagyjad már az álmosságodat, faszi. Tudom, mióta már aludtam? Na. Várjál. Hát 24 óra benne van abba, akkor ergo... Előtaltam? Inkább átadom, mert balfasz, hogy ez megint rosszat. 8, 24, jön. Most tartok úgy nagyjából a 30. órámnál. Köszi. Ja. Most tartok a 30. órámnál. Igen? Aha, semmi bajom. Akkor jó van. Jöjjön lébe a golyba ezbe. Jézus, Jézus! Tessék, mondja, figyelek. Most hol megyünk? Lecserélem. Ne? Bronker, annyit érsz, mint a sörös doboz, figyelj. Ennyi. Jó. Ennyi sörös vagy. Jó. Az a baj, te még ennyi sem. Világít ez a polgókat. Hallod, Bronki? Igen. Annyit mondok, az a Pingu fejes, amikor kimásztál a felborult kocsiból. Ez egy csicska fejes volt. Na, annyit ért a Pingu. Miért nem rohadtál meg ér a ér kurva roncsba? Miért nem vittál bazeg a roncsírtóba, bazeg, ezt nyomott volna össze a gecibe. Helyette fejbe basztak téged meg a csicskadét. Hát nagyon nehéz volt, hogy őszinte legyek. Én nem arra figyeltem, meg ő se. Tehát magyarul mondjuk úgy, hogy gratulálok annak, mert két AFK-t lelőttél, ez igen. Magyarul balfaszok voltatok. Persze. Mert a videó alatt négyszer szúrtam ki magamat, ti egyszer. Jó, egy akcióhelyzetben nem arra figyelsz, hanem az, hogy a másik, hogy a többi nem. Ne történjen semmi. De amúgy az geci nagy dolog volt, az nagyon nagy buzi dolog volt. Hogy milliószor felszólítottalak arra, hogy izé, rakd el a fegyvert, azért is előved, rakd el te a fegyvert, akkor másik vette elő, hát mentek a faszomba. Lennix-t úgy fejbe lőtte, mint a szar. Kaptam? Jó tette. Aztán jött a bosszú. De pont jó, mert a kadét nem maradt a pénz. Nem úgy vágott, hogy direkt az volt. Direkt erre csináltuk, hogy elővetjük magunkat, és akkor a bronké meg utána lelő. De ez non-RP. Mi? Hát nem arra játszottunk, csak hogy nehogy észrevegyetek. Jó, ja. Nehogy észrevegyünk. Ja, hát nem akkor direkt lehettem meg magam. Infózat. Vagy mi az, nem hallható rádió? Kösz. Ki? Biztos, hogy rádióztatok. Ide a rozsdásbököt, geci, hogyha nem. De ki? Hát hogy, ott voltam mellett. Minek rádióztam volna? Hát nem is beszéltetek. Hát ez az. Hát ez az. Előre megbeszéltétek, srácok, ha felborulunk, ti ketten elmentek így, keringetek, mint a fasz a levegőbe. Aztán
amikor nem figyeltek, akkor majd kimászok, mint egy gödény, ezt oldalról puty-puty leszedem a két faszopót. Azt letépem. Tehát ez... helyzet. Ez így alakul, gyerek. Adjad már. Bolondba. Bolondba, ja. Mondom. Bolondba! Fasz a szádba, bolondba. Állj már le. Ja, fog már be. Állj múle. Nem állj már. Van rendőr. Akarunk egy bankot? Ezt mit csináljon? Persze. Boltot? Szedd össze a szerven az összes embert, menj vele. Nem kell túsz. Túsz nélkül bank? Bolt. Ja, bolt? Jó, kinyíl. Megyek oda kalauszkodni egyedül. Boltra nem tudom. Tudod? Meg azzal se. Ja? Ha aludnál egy fél napot, úgy nem tudnál lenni, nem hogy is egy nap elem aludnál. Hát, igen. Bronker, ha egy cseppeszed lenne, akkor lennél fél leszű. Igen. De attól még nem tudnád előni. Na majd egyszer. Akkor jössz le a hírba, egy egyszer? Kis Bronker és puff. Két éve aimlapozzál, akkor se. Napi 20 órákat kéne aimlapozz. Hogy a... ne ez olyan jól tudja előni, mint talán, én. Igen, megült az Alex szintjét. Hát jó. Azt mondja, hát jó. Szarom élne, bazdmeg. A fél részek vagyok, geci. Szarom élne. Fél rész? Három sörtő. Nem. Kettőt ittam, kettőt az előbb, most bontottam meg az ötödiket. Meg ittunk izét, Jägert. Ja. Jäger majd. Kivel? Asszony. Kivel? Itt van, csak ő nem beszél. Szia! Nem hall, mert a fülemben van a füleste, barom. Azért nagy észlény vagy, gratulálok. Mindjárt elalszok amúgy, geci. De nem valaki ránk jön. Ott van valaki pont. Ott van, geci. Kapjuk. Mi, rámész? Válj meg. Szállják ki feletett kézzel? Most adtam össze a fegyvert. Lútolom, nekem úgy is hagyom. Elvetted a rádióját? Nem. Akkor rádiódat elveszem, telefonodat eldobom. Anyádat megbaszom, menj. Hú, uram, itt a gélmiszatot leakasztom a hátadról. Pisztolytáskádba találok egy dezit, ezt is elveszem. Figyeld el ezt a mélységváltozást? Uram, ezt a G36-ot leakasztom a hátadról. Ejj, itt van még pisztolyelőszer, ezt is elveszem itt az úrtól a hátsó farzsebezből. Lenne rádiózzam. Mik a cipőben nagy bökők, ezt is elveszem, köszönöm. Nyugtam, tudjam elvetni. Ejj, ezt a... Hó, itt a pénzt át. Az igazi név. A sok pénzt ad már át a 40-es sötesok, légy szíves. De pikpak. A 40-es a kedvenc számom. Az egy... Csinálom, de mi az, hogy sűrösek először, hogy tovább leszem a pénztartalmat. Jó, van, ráérünk igazat. Érünk igazat, már ráérünk. Ezer forint. Jó napot! Legyen szíves feltenni a kezeit. Akárhogy számolom, ez 160 ezer. Azt a bassza meg. Jó napot! Szép napot, ura. Elveszem szépen a rádióját, hát telefonját kiveszem itt a füléből szépen. Egyik sincs. Na, nagyon jó, az a lényeg. Na akkor csapdossa fő kezeit, kérem. Egy fél pillanat, uram, csak itt. Ja, még csinál, jó van, jó van. Nem szeretném, hogy elszáradna. Kocsit nézzetek meg, hogy jönnek-e benne? El van véve. Mi lenni el véve? Hát
A rádiót, a telefonodat kurva gyorsan elveszem. Ma megint? Az előbb is elvették. Biztos, ami biztos, kis pajtás. Hát egy. Na pattanjál fel, pattanjál fel. Várjon, kérem uram, hát fejezzem be az műveleteimet. Opa. Jézusom. Megcsúszott az ujjam. Már lőnek is rám. Hát, megcsúszik az ujjunk a rosszon. Azt a kurvégét. Bassza meg. Faszomat. Na, ki a faszom vagy te? Hát... Már nagyon ki vagyok, hogy őszinte legyek. Észre beszél, mert szétbaszom a fejed. Ki vagy? Nyugalom, moram. Hát én megadom a tisztelet, akkor magának is meg kell lenni, nem? Azt kérdeztem, ki vagy? Jézus Mária, ma beverni szememet, azt a... másik rendőrrel akarok beszélni, ez Bunting. Nincs itt másik rendőr, nincs itt másik rendőr. Ki vagy? Mi a faszomat keresel itt? Hát a faszát nem keresem itt. És kedves uram. Hát annyira nem kérdés, mint bevérni. Jó van, drága barátom, akkor majd beszélgetünk bent az őrsön. Nem hallanak. Nem hallanak engem. Ott van el, nem hallanak engem. Egész eddig beszéltem. Megfoglak, te kis szarházi. Mit képzelsz te magadról? Ügyvédet akarok. Adok én neked mindjárt ügyvédet. Ügyvédet akarok. Most azonnal. Kollégák, hol van az autó? Elég messze óra. Akkor... Hannibal elvég beszélve. Nem. Nagyon jó. Jó, akkor... Kettő ember itt maradt, többi megy a rablásra. Jó, akkor elengedem ezt a szarházat. Azért uram, egy kis tiszteletét, ha kérhetem. Kibilincselem, na, pattanjunk be a helibe. Szálljak be a helibe. Egyértelmű. Iparkodjon. Rendben. Hátra jól lesz. Rendben. Kapcsolja be a biztonságét. Egyébként az úrhoz, megbilincselem. Megüzenem a sok kösök faszopó barátjának, hogy... Az az én autóm, tériota! Ezzel már nem mennek sehova. De most... Ez micsoda? Akkor meg tudnám mondani, hogy miért nincs a rendszerben. Nézzétek már a live-omat, hallod? Beszartok. Mi? Nézzétek a live-omat, beszartok. Ez hát. Komoly geci, figyeld. Óraim, micsoda eljárás ez? Ez majd megtudod, kis pajtát. Nem öltem embert, nem bántottam gyereket, nem raboltam asszonyt, nem erőszakoltam asszonyt, akkor miért beszélni maga így? Maradj már csöndben, mert nem bírok rádiózni. Ha nem is kell neked ilyen bolgó parasztnak. Maradj már csöndben, meg kidoblak el libő, bazd meg. Ja, faszopó. És ez megint mi volt? Tehát, bazd meg. Itt van a kollega? Hall engem? Igen, uram. Na. Menjünk a PD-re, többiek mennek intézkedni. Uram, még egyszer, hall engem? Mi van? Hát először is, még szeretném kérdezni, mi ez a hangnem? Fogba pofád, mert kidoblak a helikopterből. Ez a hangnem. Ki akarsz esni? Ne, véletlenül se. Ki akarsz esni véletlenül? Dehogy nem, dehogy nem. Elleírom veszteségbe, bazd meg.
Hát ki akarsz esni? Nem akarok kiesni helikopter. Na, akkor fogd be pofát. Új serif van a városban, ennyi. Hát befogom én pofám, nincs a probléma. Na, megmondtam. Új serif van a városban. Majd is megtanuljátok. Miért megtanuljátok? Fogd be pofát. Semmi jogok is, mert itt is semmi. Milyen jogok? Adok én neked mindjárt olyan jogot, hogy beszarsz. Aha. Én is azt várom. Jézus Mária, milyen... Nem hiszem, mert sacramento. De most mi a faszom ez? De most komolyan, tehát ez geci, ha? Miért nem raktad el? Figyelj, vedd elő fegyvere. Hát, pirom csak egy pisztolyom van, akkor egy fegyver. Á, faszom, milyen kó, ne hívogassál már kurva nyár, adj engem bék. Na. Egy óra, ki átcsó az? Mit beszél? Ki vagy bilincselve öcskös? Pattanyál kifele. Rejön, bejövök ilyen. Úgy gondolod, hogy te szartad a spanyol viasz, te. Miről beszélsz, ember? Hát nem is bántottál, ne rúgtossal. Na, hát akkor szedd már össze magad, mert szétbaszom a mit akarsz tudni? Hát ne basszam már ki velem. Itt sértegetsz folyamatosan. Bebasszol engem helikopterbe. Utána ide leraksz, aztán szedd már össze magad, azt itt rúgtossal. Fejezd már! Ahol akkor ráteszem a izét, a fórázt, mint a kutyák. Szembe van rúgva, ne szarom. Kutyám, gyere. Igen, kis kutyád. Mi a jelvény száma? 28-48-50. Négy szám jegyő jelvény szám. Idióta. Aha, jó van. Aztán most mi lesz? Te belemész a CP-ben, meg fönnmaradok. Az jó lesz. Szabadítsak. Dehogy is, nem kell bronker, de... Most ez mi, bazd meg? Sanyi, bazd meg, be van baszva, mint a szemét. Nekem előbb rá, két nem látom. Ja, próbálom mindig, de nem látom. Helikopterre nem szállítunk rabot. Bi-bi-bi. Istenem. Bedurranthatom. Nem kell. Nem. Te látod a srác? Igen. Hol van? Előtte. Én előttem? Igen. Viszi. Van szó. Nem tudom, hogy most Wolfie Expert. Itt vagy, Pingu? Itt van. Én nem látom. Da, itt vagyok, de... Majd ha elengedi, akkor látni fogja. Várj, csak a kardját kell elengedni. No, elengedem az urat. Kibilincselem az Aha, most már látom. Megbilincselem. Megfogom. Hossz már viszont. Falba. Egy fehér BMW. Akkor vegyen elő fegyvert, kollega. Brutus. Azt tüzelje, hogyha jönnek. Megint én addig elfutogjál vele a migránsa le. Sanyi, ez így nem jó. De bazd meg, miért? Migránson az, ja. Faszom a szádba a migráns. Ez búziság. Na, tudom nagyon jó, hogy innentől kezdve nem működik a közös megegyezés, úgyhogy elengedem az urat. Kibilincselem az urat. Kihallgatás lesz, uram? Lehet menni előre. Rendben, nem kell rám fegyvért fogni, hát... Iparkodjál! Hát mi van zárva az ajtó? Hova faszomba menjek? Ne idegesíts! Most nézd. Na.
Hát én beszarok, komolyan mondom. Csak ne, nem fogod összebüdösíteni a pét. Túl sok mindent merre menjek? Na, merre akarsz? Rendben. Ja. Fura menő. Látom, már ismerd a járás. Oda menjünk befele. Ne, feszítsél, mert szétbaszom a fejed. Jó, van na, nyugalom! Oda utas! Istenem, komolyan mondom. Kérednék egy másik rendőrt, komolyan mondom, hogy szétver állandóan, szét... Oda húzza a sarokba, fogd be a szádat! Szét lesz baszva a fejed. Kinek? Kinek lesz szét baszva a feje? Mesélj el nekem. Ha mit tudom én. Na, mesélj el. Kinek lesz szét baszva a feje? Jaj, bocs. Jaj, bocs. Azt a kurva égő. Jaj, bocs. Ne, fejezd be, mert visszaütök. Most már elég legyen. Na, akkor mi volt az egész buli? Mesélj egy kicsit. Miről meséljek neki? Kollega, vedd elő a sokkolót. Fogd rá. Remélem, akkor szolgálti pisztolyomat, majd előveszem a sokkolómat. Miről meséljek? Nem kérdeznék semmi. Nem ismertetik jelvényszám, nem ismertetik semmit. Mi a faszról? Hát, vagy még ismertetem veled a jelvényszámot, te kis buzi, hogy megfogjál hétvégenként, hogy mi? Te, mi amit képzeszte magad? Hülye vagy? Azt hiszed, hogy te szartad a spanyol viaszt, megbaszlak a bandáddal együtt. Milyen bandámmal? Na. Milyen bandámmal? Mi a faszomat kerestél ott a fűtörmesztő helyen? Bazd meg, ruhákat teregettem. Szerinted mit kerestem ott? Ne basszálf már fel! Mi a geciét csinálsz ezeket? Van munkavállalási engedélyed? Tartózkodási engedélyed? Honnan a faszomból jössz egyáltalán, te? Majd azt neked el fogom mondani. Ide kérek most azonnal a felettesedet. Nekem fogod elmondani, te! Azt a kurva éget, most már fejezzed be már! Nekem fogod elmondani. Neked? Mi a faszomat keresel itt? Mi bőjét? Hát azt kereshetném, mert tovább kicsit. Miből tartod el magad, te majom, te? Azt a kurva éget, fejezd már! Miből tartod el magad? Miből élsz itt a mi országunkban, te? Hát ez ki a faszt érdekel téged az, hogy miből? Na mondd meg! Hát engem érdekel, igenis. Engem érdekel az adófizető polgárokat, bazd meg. Igen, az adófizető polgárok, én is közéjük tartozok, nem öltem embert, nem raboltam gyereket, nem csináltam igazából semmilyen illagás. A gecit keresel ilyen munkahelyeken. Munkahelyeken, jól van. Kéziszótár ott van abban a fiókban szerintem. Azt vedd ki, azt olvasgasd el. Mi a faszit csinálsz gyereket? Hogy hívnak önünk? Kérni a jelvényszámodat, bemutatkozás, semmilyen. De minek neked a jelvényszámod? Felfoglak 11-11. A telefonszámom meg 88-888-88. Én azt hittem 0-90-nél kezdődik. Meg itt van, hallod? Hogyha feljön 0-98-88-88-88-88-at, ezt fog bejelentkeznie. Hoppá! Kis köcsög. Akarsz még? Vagy beszélgetünk normális? Ne, akarsz még. Azt hiszed, hogy te szartad a spanyol viaszt, te hülye. Egyszer ennyi. Orosz vagy, egyszer még spanyol, te mi a faszom. Mi az, hogy orosz meg spanyol? Kelj fel gyorsan. Hát onnan már nem kezd fel. Gratulálok. Igazad van, Sanyi. A legjobb. Hát tudok, szerintem túlzásba esett. Kikeinni a mentőszolgáltat. Majd de adok én neked is olyan mentőszolgáltat, úgy, ahogy itt maradt. Hát rendben. Jó. Egyelőre megnézni kubáját. Valami ez szóval vicces, de... Elveszem tőle a telefont. Elveszem tőle a jeladót, elveszem tőle minden gecit, amivel valakinek tud szólni. Egy percig meditálok akkor. Mindent elveszek tőle, amivel tud izén telefont, jeladót. Mindent elveszek tőle. Na. Na, most megnyugodt. Na figyelj te! Paprika Jancsi, most húzzál ki innen, mutatok neked valamit. Mit mutat? Először spanyol, először orosz, kurvára nem, mert teljesen más a személy. Megfogom ezt a faszt. Most duty. Nem. Még jobban megfogom.
meg jobban megfog. Szépen, kis ünnyogok vele. Istenem, geci. Meghalok. Elveszek tőle minden gecit. Jó, ez tetszett, de amúgy ez hatalmas nagy buzi egy RP. Nem, ez. Épp ott volt csicska. Elpatkolt a csicska. Láttad végig, Boom? Kemény volt. Hogy őszinte legyek. És nem is az, tehát, hogy én nagyon, most tényleg azt mondom, hogy nagyon szívesen. Nem, most szóltam neki. Mondjuk úgy, hogy én szerettem volna egyet RP-zni, de... Tehát az, amit most itt leművelt, semmi, igazán, ne? És egyből kiemgészt, hogy én vagyok. Szerepben úgy hoztam. Elengedem ezt a szarrából. Kis bűncselem. Azért csak, hogy érez a tűnik, és elveszem ki ezt a desert. Amúgy ez nem RP, hogy a fenében? Tudjuk nagyon jól, hogy ott van seggébe bedugva tizen a tamburger, azt... Hát, azt biztos nem veszem el mosolyt. Istenem. Majd mi van még nála? Mi van egyből kis kocsak? Ó, kender van, mit lehet ebben csinálni? Ezt meg kell lenni, vagy el kell szotizni? Öcskös. Dugd a faszat helyére, lesz két golyód. Úgy is kettő volt. Nézzük tovább, mit tud. Van egy pisztolygyűszer, az se kell neked te. Egyre már ide, minek jössz ide, minek jössz ide, menj innen! Sanyi, most nagyon túlzás volt estél. Én bírlak, haver, de ez most nagyon túlzás volt. Még ezek rettentő. Följövök. Azért mentem a németek között, tudjuk dumálgatni. Plusz senki nincs a rádióban. Unatkozok be azon erre, meg hova akkor kertés. Hova a geci a nadrágot szárába, vagy hova turtál be ennyi bakkendertövet? Most nézlek, pörgetlek, bazd meg, de... 39 bakkender. Ja, itt van 15 jobbá, 15 ballá, meg az 4, az megmaradt a seggedbe. Az. Na! Szopki, Bobi! Az egészet. Jó. Köszönöm. Igen, jó RP volt, gratulálok! Szép volt, Piki, Sanyi! Te vagy a legjobb! Te vagy a legjobb! Na? De ahogy emlékezni valamire, te kis búzi. Én nem fogok, az adminok igen. Ne? Tudod, mit jelent? Meg ez is. Tudod. De kell, akkor rásegítek. Na, nem érdekel. Nem érdekel. Az, még két tárat, légy szíves. A harmadik nem lesz elég. Még. Ja. Töltsél rá, mert különben kiül a testem. Tehát, hogy több golyót engedsz belém, akkor jobb lesz. A lelki világodnak. Na, még egyet üssél rám, na? Nem? Á, feladtad. Picsába. Jó, persze. Nem csinálok bele a adményőt. Szarom le. Ez van. Fosom le, engem nem érdekel. Valaki csinál bele, de én nem. Szerintem nem gézett. Hogy nem gézett volna. Egyik pillanatra a másikra tudta, hogy én vagyok. Jó, mondjuk a hangom az tényleg jellegzetes. Most hol a picsában van az öngyújtóm, mert megbolondulok. Tehát én nekem most kell egy cigi. Fél pillanat. Á, faszom. Kész, geci. Tudom, ez GMR-re, bazdmeg, stressz kapok. Ez igen?
Hatalmas nagy RP, hol a faszomba van gördülni? Ez igen. Mindenkinek gratulálok, aki részt vett ebbe az RP-be. Mert non-RP-s bemutatónak. Á, nem érdekel a boom. Tehát... ez már nagyon durva volt. Tehát, hogy... tiszta sor. Meséld el, mi volt. Nézd vissza, Drake. Ennyit tudok mondani. Nézd vissza. Jó, tiszta sor, én is iszogattam, de ez már egy rengeteg volt. Tehát ez már brutálisan sok. Hívtam mentőt? Nem hívtam mentőt, jó. Szereptévesztés, non-RP-s. Ez mégis mi a büdös Isten fasza volt, amit csinál? Nem tudom, boom. Rá kell bízni. Ebből csinálják még egy adminisztrátort, ott legyünk egy órán keresztül. Hagyjuk, nem érdekel. Hát biztos, én most ténylegesen RP-zni akartam a rendőrökkel. Régebben, mikor Sasza ott volt, egy 40 perc is olyan fasza RP-le ment, ami tényleg vicces is volt, jó is volt, rá is basztam, de kurva jó volt. Nem érdekel, Bumi. Nem érdekel. Ha neki ez kellett, akkor ez kellett. Ez van. Nem ismert, hangomról ismert fel, maszkba voltam végig. Igazából az egész RP-t végignézed, és ez egész olyan volt, mint hogyha... nem tudom. Te adtam volna neki közmunkát. Te csak gratulálni tudok. Megtapsolom. Most tényleg túlzás volt. Magról nem lehet felismerni az embereket, vagy de. Jó, hát ezt elküldöm Vanoxnak. Fölösleges? Posom le. Jó, felbaszni felbasz, de túl kell lépni. Majd valakin DM miatt letöltöm majd az idegemet. Ja mi? De hogy is, soha nem DM-et. Lőni is csak csapatban még indokolt esetben aztán. Buktam egy dezét, egy full kendárkört. Ez van. Mindjárt Shadow beszól, hogy maszkba vagyok. Nem bazzom, most nagyon elbaszták a kedvemet, geci. Ezek után bazzom, az ember próbáljon RP-zni.
MG, nem MG, én most oda megyek és megkérdezem, hogy ez mi a fasz volt. És kurvára nem fog érdekelni. Kibasznak, kibasznak, ez van. De hát ezt így nem lehet. De most én gondolom rosszul. Hívjak egy admint? Vagy mi? Vagy mi legyen? Hm? Srácok, mondjatok nekem valamit. Szeretnék tudni valamit. Kilőtt a kereke. Na, szeretném hallani a válaszokat. Szerintetek mit csináljak? Oda menjek és megbeszéljem? Vagy hívjak admint? Nincs fent admin. Oké, nincs fent admin, rendben. Ha mondjuk... Jó, oké. Jó, nincs fent admin, tiszta sor. Azért álljon meg a menet. Itt a vod látszik majd minden. Tiszta sor, azzal nincs gond, ez nem fog elveszni. Tiszteletem. Hello. Légy szíves, szóljál be a rádióba, hogy Sanyival most szeretnék beszélni ebben a pillanatban. Okay. Köszönöm. Hogy is hívják Rom? Mit? Hogy hívják Rom? Pikiszánnal, Sanyival, Király Sándorral, a Zegek urával szeretnék beszélni. Rádió, Sanyi Király Sanyival szeretnék beszélni valamilyen Pikiszán úriember. Ez akkora hülye bazmeg, hogy ez rendőrnek való. Hát nem hiszem el. Mi van? Mi az, hogy Pikiszán úriember szeretne beszélni Sanyival? Jó. Szóltam neki. Köszönöm, itt várom a PD-n. Azt hiszem, igen, igen, ez ő lesz. Tiszteletem. Jó. Jöjjön már félre, beszélgessünk már az előbbi események alapján, jó? Nem. Milyen események? Jöjjön már ide. Milyen események? Na milyen események? Jó. Hát tudom, hogy maga miről beszél. Na, arról beszélek, hogy OC beszélek. Figyelj Sanyi, most nem azért mondom, ez mi volt? Hadd kérdezzem már meg. Ez információ kell, az, hogyha nem adsz, akkor szerzek. Igen? És úgy kell beszélni velem, mint egy utolsó csicskával, egy minősíthetetlen RP-ben, ugye? Nem csak veled, mindenkivel. Ja, hogy mindenkivel, aha. Jó, és hogyha én most azt mondom, hogy ezt a videót az egész felső vezetésnek elküldöm, az jó lesz? Ugye, nekem is megvan, én is felvettem. Igen, és én mondtam valami rosszat? Miért? Én mondtam valami rosszat? Nem, igazából csak szarrá voltam, mint egy utolsó csicska, olyan szinten voltam. Aha, tudod, annyira voltál megalázó, barátom. Igen? Mint amikor elvisznek az illegálok embereket. Hogy táncoljanak izébe, alsógatyába, még énekeljenek. És csináltam én ilyet veled? Annyira voltál megalázva. De én... Hát most az, hogy most te jöttél ide, meg téged igen. Fogtunk meg, ez... Most igen, meg. És akkor egy ez utolsó... Ez egy RP-szituáció. Igen, egy RP-szituáció. Egy utolsó aljas csicskának el vagyok hordva. Minősíthetetlen RP haver, amit toltál. Egy normális szavad nem mi volt. Mi az, hogy minősíthetetlen? Mi az, hogy minősíthetetlen? Minősíthetetlen. Egy normális szavad nem volt. Folyamatosan a káromkodás jött ki a szállt. Az minősíthető, amit csinál napok óta, izé, az illegál, az minősíthető? Én befogtam. Nyugi van már. Én befogtam. Most én beszélgetek, Szabos, légy szíves. Az, hogy az illegál mit csinál, meg én mit csinálok, az szerintem teljesen két külön dolog. Hát szerintem egy és ugyanaz, mert te is illegál. Egy és ugyanaz, és akkor az utolsó csicska vagyok.
a rendőri alaptörvényeket nem tartott be, nagyjából jelvényszámtól elkezdve bemutatkozás, akármi, kivallatás, semmi. Én ma úgy jöttem fel 2 óra agyfasz után, hogy én RP-zni szeretnék, és ahhoz képest mit kapok, hogy egy utolsó faszopónak el vagyok nevezve az, a te szemedben. Nem csak te, Pingu, azért, nem Sanyi, csak te. Azért Sanyi, álljál le, jó? Tehát, hogy megjátszhatod ezt a bármelyik telepissel, megjátszhatod a németekkel, meg akárkivel, de én mikor csináltam ilyet, hogyha egyből tudtad, hogy én vagyok? Mert a hangomat egyből felismerted. Én tudtam, hogy te vagy. Akkor miért viselkedtél így? Nem? Igen, és attól még, hogy drogot csinálok, attól én egy utolsó faszopó vagyok, ugye? Ja, igen, és akkor én is tegyem fel a kezem, jaj, bocs, te német vagy, jaj, bocs, te telepi vagy, mi a faszom? Engem is aláznak az összes köcsök, faszomba. Miért? Mi van? Igen, menjünk igen. Akkor az Zotihoz, azt akkor beszélgessünk vele, bazd meg. De nyugodjál meg, mi a fasz van veled, bazd meg? De mi? Hát ők csinálhatják a faszomat. Na, de nyugodjál meg. Mi meg nem? De mi a geci van? Menj, aludjál inkább. Sanyi. Aludjál, te bazd meg. Sanyi. Szépen beszélgessünk, mert ezt a Sanyi, őszintén. Az egész intézkedés alatt. Azért mondom. Milyen ellenkezést mutattam én? Semmit. Nagyjából az volt, hogy az elején nem volt hangom, utána volt hangom, onnantól meg már folyamatosan izé voltam, alázva voltam. Az, hogy te... Így van! De figyelj! Így van! És nem csak te, Pingu, az összeset megfogom, mindegyiket meg fogom alázni. Jó, oké. Okay. Bocsássál meg, ez erről szól. Bocsássál hogy meg. Azt mondták, hogy térdelni fogtok kutyák, mert PD, meg kutyán, igen. Akkor én le fogom térdeltetni az összeset. Igen. Ennyi. És szerintem engem azért annyira ismert, most, hogy... tetszik, nem tetszik, akkor lehet panaszt nyújtani, elmegyünk Kotihoz, azt elbeszélgetünk. Jó, lehet panaszt nyújtani, elmegyünk Kotihoz, végignézni az egészet, azt itt se vagy. Tudod? Hát akkor nem vagyok itt, ennyi. Van még 8 millió szerver ezen a helyen kívül. Gratulálok. De jó. Nektek lehet mindent csinálni, nekünk nem lehet semmi. Hunyászkodjunk meg, mint a faszopok kis pincsi kutyák, hogy mi? Jó, Sanyi, mi van? Mondjátok már, de mi van. Most őszintén, hadd kérdezzem meg, mi rosszat vétettem én ellened, hogyha tudtad, hogy én vagyok az... Nem te vétettél. De ahhoz képest... Nem úgy, a te. Mondtam is neked, mikor oda kintelek, nem a te személyed szerint ellensz. Figyelj, hadd mondjam el, légy szíves. Nem te vagy az első, mondjam, és te vagy az utolsó. Figyelj, én tisztában vagyok vele, az illegál szopat titeket. Hogy őszinte legyek, én egyetlen egy lépésben nem vagyok benne, hogy az illegált titeket szivat, mert nem a PD-t szivatom, én az illegált fogom. De az, amit most itt lenyomtál nekem az előbb, mondjuk úgy, hogy ez szó szerint egy null RP-s, egy semmire kellő RP volt. És ezt szerintem te is be fogod látni, hogyha esetleg mondjuk vissza. Ez nem ugyanaz volt, ezt aláírom. Na, hát igen, és... Szarházi, faszokú, semmire figyelj, kell, mondom, volt, tehát, ezt hogy, aláírom. Figyelj rám, 2 óra agyfasz után feljövök a szerverre, mert történtek olyan dolgok nálam, ami mondjuk úgy kibaszta a biztosítékot. Egy kis megnyugvásból, tök jó kedve feljövök RP-zni, és akkor oké, elmentem drogozni, tiszta sor, szedtem a füvet, odajöttetek, rendben. És én ennek örültem, mert láttam azt, hogy bazeg, végre lesz RP-m. És ebből az RP-ből nem az lett, hogy RP-zünk, hanem az, hogy nagyjából egy olyan minősítetlen szart raktál elém, ami nem, én úgy hívnám, hogy megalázás. Én addig tudtam tűrtőztetni magam, amíg ki nem mondta egy bizonyos szót, a kihallgatás, az nem kihallgatás, mikor lem voltunk micsodát, a pincében. Majd visszanézed live-ba, nyugodtan, de... Felvettem én is, csak nem tudom, hogy miről beszélsz most, ha... melyik szó. Teljesen mindegy, igazából az egész intézkedés. Ha lehet, hogy holnap bocsánat fogok érti kérni, de akkor is... Sanyi, én... figyelj, ez nem így működik. Tiszta sor, az illegál szopat. Miért? Hogy működik? Az úgy működik, hogy az illegál szopat a nyakra fűre. Figyelj, az illegál szopat, tiszta sor, tegyél panaszt felső vezetésnél. Nem az, hogy még az összes illegált, olyan illegálokat is... Én nem teszek panaszt, én megoldom egyedül. Így? Hát, ha kell, akkor így. Ha engem megaláznak, hogy táncoljuk alsógatyába, akkor én is megoldom így. És hadd kérdezzem már meg így az ismerettségünk alapján, én ezt megérdemeltem ezt az egészet? Te nem, te túl hamar megkaptál téged, nem akartak megölni. Ha, kösz! Igazad van, még porig akartál alázni tovább. Na jó van, nem, Sanyi. Téged el akartalak engedni. Jó van, Sanyi, tudod mit? Hagyjuk az egészet, mentem is. Csináld csak nyugodtan tovább az illegál ellened folytott harcot. Én nem azt mondom, hogy bele fogsz bukni, de bele fogsz bukni. Szevasztok. Állok elég.
Istenem, komolyan bassz meg. Dick. Most mi van itt? Istenem, éles jó Isten fasza. Én azt nem hiszem el, komolyan. Meg vedd már be normálisan, jól van szarom, mert kész, kiléptem. Köszöntöm srácok, sajnálom, ez a live, ez ennyit tartott. Mert ennyi volt, szevasztok.